Véget ért a Sztárban Sztár leszek válogatója is, és bevallom őszintén, nekem ez az első évem, hogy követem ezt a műsort is az X-Faktor mellett, így nem igazán tudom, hogy mi a pontos menetrend. De a negyedik válogató itt is, ahogy az X-Faktor esetében is, talán a leggyengébb volt mindközül. Szerintem az első néhány adásra tartogatták a puskaport, hogy szépen felkeltsék vele az emberek érdeklődését, és aztán már úgyis bent tarthatják őket, mert jó, oké, ez jó volt, izgalmas volt, vagy izgalmasabb volt, úgyhogy megnézem a következőt is. Szóval gondolom értitek, hogy mire gondolok. Jó, azt aláírom, hogy az utolsó válogatón is voltak azért kegyetlen arcok, például az UFO Tarzanját éneklő hölgy. Már maga az eredeti szám is egy trash, és a szekunder szégyenérzet fog el akkor is, hogyha meghallom, de ebben az előadásmódban tényleg egy új megvilágításba került ez az egész nóta. Igazán egyedi élmény volt. Nem mondom azt, hogy nem szórakoztam jól, mert akkor hazudnék. Illetve volt egy veszélyes elemeket reppelő srác, aki szintén szuper volt. Majka azért a bemutatkozásnál mondott egy olyat, amit hát nem igazán tudott beteljesíteni így a műsor keretein belül. Mégpedig, hogy lecummantja a pápai jocit, hogyha jó lesz a srác előadása. Bizony jó volt, és Majka, én még mindig várom a pápai joci lecummantásáról szóló videót, vagy bármit, ott van a Pornhub. Hadd ne mondjak már tippeket, szóval mindig lehet ilyen videókat feltenni, akár a backstage-ből, akár bárhonnan máshonnan. Szóval ezzel Majka adós maradt a közönségnek. Akit még szintén kiemelnék, az az a srác, aki azt mesélte a bemutatkozó részénél, hogy őt elhagyta az édesanyja kisgyerek korában, és az édesapja nevelte. Persze a jó sztori mellett tényleg jó hangja van, és hozzáteszem jó stílusa is, szóval ízlésesen adta elő azt, amit énekelt. És itt én is belegondoltam abba, hogyha egyébként jó lenne a hangom, és tudnék énekelni, akkor milyen háttérsztorim lenne már nekem is, bakker. Csak engem nem anyukám hagyott ott, hanem az apukám, ami szerintem valahogyan egy gyakori beset. Nem az, aki egyszer szerepelt az egyik videómban, mert ő a nevelőapám. Szóval erről tudnék mesélni ezért hosszasan egy ilyen műsorban, és hogyha lájkokat meg nézettséget akarnék hajhászni, akkor nyilván egy külön videóban is, de nem fogok. Csak hát egy ilyen műsorban való szerepléshez azért énektudást is kéne szerezni még egy háttérsztori mellé, mert a kettő együtt az igazán ütős. De ugye ez nincs meg sajnos, szóval nem valószínű, hogy valamikor is ilyen műsorban fogtok látni engem. Még ha a castingosok egyébként többször is megkerestek már ilyesmivel. Nem értem, hogy miért. Egyik videómban se éneklek. No de vissza az utolsó válogatóhoz, ahol kiemelném még a karamelt éneklő srácot, aki korábban szerepelt már az énekiskolájában is. Nem volt kérdés, hogy jól fog énekelni, és nagyon jól hozta egyébként karamelt. Tényleg hasonló stílusban nyomta, bár az ízlésesnél vagy egy tucatnyival többször hajlított, azért az picikét sok volt. Konkrétan meghajlította még a téridő kontinuumot is. Mit szólna ehhez a doki? Csoda történt! Értem én, hogy karamelt szerette volna ezzel utánozni, de szerintem negyedennyi hajlítás is sok lett volna ide. A válogató végeztével aztán csak kapkodtam a fejemet, kamilláztam össze-vissza. Semmi dráma, semmi új bizonyítási lehetőségek vagy más produkciók, hanem csak szépen mondták, hogy ez jut tovább, az jut tovább, meg amaz jut tovább. Én megnézem, hogy mi? What? Mi történik? Egy halom korábbi tovább juttatott produkció csak úgy eltűnt az éterben. És itt rájöttem, hogy ezért mondtak olyan lelkesen igent jó néhány nagyon trash embernek, főleg a negyedik és utolsó válogatón. Mert igazából semmi tétje nem volt a dolognak, ugyanis szemrebbenés nélkül elküldhették őket haza ebben a részben. Itt nincs tábor, mint az X-Faktorban, ahol egy nap alatt meg kell tanulni egy új dalszöveget, és aztán idegen emberekkel együttműködve kell azt előadni, amiből aztán jönnek a drámázások, a nagy kihívás, a stressz. Nem itt csak kidobnak, hogy menjél csaj haza magadnak. Ha menjél csaj haza magadnak, meg én azt mondom. Na, ez a része nekem nagyon nem tetszett most, és ebben viszont százszor jobb az X-Faktor. Tudom, hogy mindig ezt mondom és ezzel hasonlítom össze, de tényleg. Mert az X-Faktorban még a kiválasztott trash embereken is újra lehet trashelni egy következő produkció kapcsán, egy gagyi táboros fellépés után, vagy közben, vagy bárhogy. Tehát ott nem hiába válogatják be ezeket a trash előadókat, mert újra akarják látni azt a szörnyűséget, azt a merényletet, amit előadtak a színpadon már a válogatón is. Szóval még itt is behozzák a trash faktort. Sőt, a dráma is meg
megvan, hiszen még ezután jön a székes feladat, ahova már csak a jól éneklő versenyzőket válogatják be, és akkor jöhet a júj, ki fog leülni, ki fog felállni, meg a mentorok veszekedése, hogy basszus, én leültettem volna azt, ó, nem, azt kellett volna felállítani, máshogy kellett volna dönteni. Szóval itt még rengeteg opció van a drámázásra, ezzel szemben a Sztárban Sztár Leszekben csak így zzz, és akkor mennek a showba, ők meg nem. Hát oké. De ha már az X-faktorral akar versenyre kelni ez a műsor, már pedig egyértelműen arra van pozícionálva, akkor azért szerintem ilyenekre is kéne gondolni. Mert ez így a válogató végén szerintem nagyon kevés. És lehet, hogy a Sztárban Sztár Leszek válogatója így egyszer-kétszer megelőzte az X-faktort nézettségben, de ez mit is bizonyít? Hát azt, hogy a magyar emberek nagy részét még mindig a trash érdekli, és a kínos produkciók erre éheznek nagyon sokan. Csak másodlagos, hogy legyenek ténylegesen tehetséges, énekelni vagy rappelni tudó arcok is. Most azt mindenki döntse el magának, hogy ez mennyire szomorú, és hogy mennyire a társadalmunk értelmi szintjét tükrözi. Hát egy olyan országban, ahol Varga Irén milliókra tud szert tenni, nem csak pénzösszegekben, hanem nézettségben is, szerintem nincs miről beszélnünk. A Sztárban Sztár Leszek csak pont azt próbálja kiszolgálni, amire az embereknek igazából igénye van. Na mindegy, egy szó mint száz, részemről nagyon kevésnek éreztem ezt az összevágott montást, hogy akkor most kivel találkozhatunk majd a jövő héten is, és nem is kristályosodott ki teljesen ez a dolog, szóval nem volt nekem teljesen egyértelmű, de biztos, hogy nekem nehéz a felfogásom. No de mindegy, azért szerintem én a jövő héten is nézni fogom ezt az adást, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ki, hogy fog átlényegülni más hírességek bőrébe. Nyilván olyan embereket kell ide válogatni, akik tudják hozni egy más híres előadó stílusát, szóval erre én nagyon kíváncsi leszek, no meg arra is, hogy a Babett ezt mondjuk hogy fogja elérni, hiszen hát mennyit konyít ő az énekléshez. Amit egyébként egy visszatérő X-faktorból kidobott arc meg is jegyzett nagyon elmésen. Ha ő neki sok köze lenne ahhoz, hogy a zenéhez mondjuk. Ugye láttuk már ezt a srácot korábban, az X-faktor válogatón éppen azzal hőbörgött, hogy hát nem tudom, hogy hány évet beleöltözött már ebbe. Nem tudtak megbántani. Attól úgy folytatom tovább, mert már tizenakárhány évet már beleöltöztem ebbe. Itt viszont jogosan volt felháborodva, hogy a Babett küldte őt el haza. Hát mennyit tud ő a rapről, meg az éneklésről, most úgy őszintén, de tényleg. Szóval ebben én is igazat adtam Balázsnak, azt hiszem Balázsnak hívják ezt a srácot, de amúgy hogy meghízott már az X-faktoros szereplés óta, nem? Na mindegy, nagyon büllére ereztem most már. Végezetül azért megkérdezném tőletek, hogy nektek hogy tetszett a Sztárban Sztár Leszek válogatója, és van-e kifejezett kedvencetek, hogyha igen, akkor azt írjátok meg mindenképpen a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor mindenképpen csapj egy lájkot, és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem, Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg.